Több mint 250 motoros indult el szombaton Szekszárdról. A szezonvégi közös túrázásra az egész országból érkeztek kétkerekű járművekkel. Szemesi Tibor a Balatonhoz közeli Ádándon ült nyerekbe reggel, hogy a Tolnai megyeszékeig utazzon. 500 köbcenti, 50 lóerő, ez egy 2017-es kiadás. A mostani közös gurulásnak jótékonysági célja volt, mondta a Gemenc Motoros Egyesület elnöke. A civil szervezet tagjai most motoros polgárőrként az útvonal biztosításában vettek részt. Pécsen fog nyílni a vérlovagoknak egy bázisa. Itt is vannak egyébként, velünk ketten eljöttek, és nekik tartunk egy ilyen adománygyűjtést, hogy ezzel hozzá tudjunk járulni a munkájukhoz. Pécsen ugyanis hamarosan vérlovagállomás nyílik. Ők azok a motorosok, akik az országos vérellátó szolgálattal együttműködve két keréken szállítanak vért az egész országban sürgősségi esetekhez. A munkájuk során pedig gyakran a megengedett sebességet átlépve kék sziréna használata mellett juttatják el az életmentő vért egyik településről a másikra. A túrának egyébként már hagyománya van Szekszárdon, a mostani a negyedik volt. Pár dologra szeretném felhívni a figyelmet. A közlekedési szabályok betartására, a cipzáralakzat és annak szabályait mindenki igyekezzen legyen szíves betartani, hogy ne legyen baleset. A jótékonysági motorozás mintegy 70 kilométeres távja Szálkán ért véget. A célállomásnál kihelyezett gyűjtőládákba pedig minden résztvevő kedve szerint helyezhetett el adományt a pécsi vérlovagok számára.